A legtöbben ugyan szeretünk hallgatni erről, különösképp fiatalabb korunkban, de szinte mindnyájunkban benne van az az alapvető vágy, hogy életünk egy vagy több területén elérjük a tökéletes szintet. Tökéletes kapcsolatról, házasságról, karrierről, családi életről álmodozunk. Azonban az életnek az a legfőbb jellemzője, hogy rendszeresen akadályba ütközteti ezek megvalósítását, hátrahagyva maga után az álmaink és terveink összetört darabjait. Ezekben a pillanatokban érdemes a figyelmünket a japán filozófia felé fordítani. Azon belül is a zen buddhistáknak a cserépedényekkel kapcsolatos megközelítésére. Az évszázados eszmecserék alatt a zen mesterek felépítettek egy olyan meglátást, mely szerint az összetört kerámiákat nem szemétként, selejtes és hasznavehetetlen törmelékekként kell látni. Ellenkezőleg, ezeknek a törmelékeknek ugyanúgy ki kell vívniuk a figyelmünket és tiszteletünket, ami azt jelenti, hogy végtelen odafigyeléssel, óvatossággal és higgadtsággal kell helyreállítani őket. Ez szimbolizálja a megbékélést a hibákkal és a balesetekkel, megerősítve a zen alapvető filozófiáját. Erre a jelenségre a kintsugi szót alkotta meg a japán nyelv. A kin aranyat jelent, a cugi pedig az asztalos munkát. A zen esztétika szerint a törött darabokat egy szép és drága aranyporral ragasztják össze, nagyon pontosan és nagy odafigyeléssel. Ami fontos, hogy a repedéseket, az összeillesztések helyét nem kell elfedni. Épp az a lényeg, hogy a bukások és hibák nyomait tegyék szépé és erőt adóvá. Ezt emeli ki a beléjük folyó aranyragasztószalag. A ballépések és a gondok, életünk törései gazdagságot hordoznak magukban, mindnyájunknak érdekeit szolgálják. A kintsugi eredete a Muromachi korszakra vezethető vissza, amikor a japán shogun, Ashikaga Yoshimitsu összetörte kedvenc teáskannáját és Kínába küldte javításra. Ám a visszaérkező darabot elborzadva vette ki a dobozból, miután azt csúnya fémkapcsokkal illesztgették össze. Kézműveseit arra utasította, hogy találjanak szebb megoldást a teáskanna helyreállítására. Így jöttek rá, hogy a törések nyomait nem kell elfedni, hanem a művészi kiteljesedéshez is fel lehet használni. A kintsugi a wabi-sabi zen része, ami az egyszerű, szerény és idős dolgokat becsüli, különösen ha rusztikus vagy viharver tulajdonságokkal is rendelkeznek. A wabi-sabi egyik filozófusáról, Senno Rikyuról szól az a történet, mely szerint egy japán déli részén tett utazása alkalmával egy házigazdához volt hivatalos vacsorára. A házigazda, hogy lenyűgözze vendégét, egy részletgazdag, drága antik teáskannát készített elő, amelyet Kínából vásárolt. Rikyúnak azonban fel sem tűnt a hivalkodó kanna. Ehelyett egy egyszerű faágat tárgyalt csodálattal, amit odakint a szellő mozgatott. Amikor távozott, a lesújtott házigazda dühében darabokra törte a teáskannát, és visszavonult a szobájába. A többi vendég azonban összegyűjtötte a törmelékeket, és a kintsugi segítségével összeragasztották őket. Amikor Rikyu legközelebb arra látogatott, a repedésekkel teli összerakott kannára nézett, és annyit mondott, most már csodaszép. Abban a korban, ami a fiatalságot, a tökéletességet és mindenből az újat, a legújabbat isteníti, a kintsugi művészete egy sajátos bölcsességet őriz meg, amit az egész életünkre vonatkoztathatunk. Nevezetesen, hogy a töréseket, az esendőséget és a tökéletlenséget elfedés helyett tisztelettel és szeretettel nézzük. Mindenek előtt saját magunkban, utána pedig másokban is. Ha tetszett a videó, kövessd a csatornát és ajánld másoknak is.